A Tolna megyei szakképzési centrum a most végzős diákoknak nyújt továbbtanulási lehetőséget. Az érdeklődők többek között az érettségire épülő technikumi képzések széles köréből választhatnak, valamint szakképző iskolai oktatásra is jelentkezhetnek. A Tolna megyei szakképzési centrum a megye 6 városában, 8 iskolában kínálja nekik a továbbtanulási lehetőségeiket. Kínálunk lehetőséget egyrésztről szakképzőiskolai, másrésztről technikumi képzések tekintetében. Ami a szakképzőiskolát illeti, ezek a képzések, amennyiben nappali rendszerben folynak, úgy 2 évesek, és komoly piacképes szakmák szerepelnek a palettáinkon. A képzések során a tanulók ösztöndíjat majd a duális partnerhez kikerülve már munkabért kapnak. Emellett tanulmányaik befejeztével akár 300 ezer forint úgynevezett pályakezdési támogatást is kaphatnak. Hangsúlyoznom kell, hogy minden képzésünk ingyenes, hiszen ma egy szakképzőiskolában 2 szakma és egy szakképesítés megszerzése minden állampolgár számára ingyenes. Ha valaki a szakképzőiskolát követően technikumban folytatná a tanulmányait, akkor számukra az az előny is megvan, hogy komoly előnnyel tudnak bejutni a felsőoktatásba. A Szekszárdi Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskolában is számos lehetőséggel várják a fiatalokat. Akik leérettségiztek akár az idén, akár 1-2 évvel ezelőtt, nekik megvan az a lehetőségük, hogy az iskolánkban egy technikusi képzést elvégezzenek. A vendéglátás turizmus területén 4 technikumi lehetőségünk van. Akár szakács, akár pincér, vendégtéri szaktechnikus vagy cukrász szaktechnikus lehet belőlük, illetve turisztikai technikusok is lehetnek. Aki gimnáziumi érettségit szerzett, és esetleg nem vették fel a felsőoktatásban, de hasonló irányú elképzelései vannak, ők jöhetnek technikusnak, ugyanis a technikumból a hasonló irányban előnyökkel megy majd a felsőoktatásba, hiszen néhány területét már tanulja a technikumban is. Ezt sokan kérdezik, hogy miért jobb szakács szaktechnikusnak lenni, mint szakácsnak lenni. A technikusoknak olyan tartalmi elemek is vannak az oktatásban, amivel kompetensek lesznek akár középvezetői, akár saját vállalkozóként ezen a területen. Üzleti menedzsment kompetenciákkal fognak rendelkezni, tehát hogyha egy cégnél elhelyezkedik, és ott karriert fut be, akkor középvezetőként is megállja a helyét, illetve ha saját vállalkozásba kezd, akkor olyan kompetenciákkal rendelkezik, ami ez előny a vállalkozás vezetésben. A vendéglátást és turisztikát mindig érdemes választani, mondja az igazgató. Ez egy örök ágazat, örök érvényű az, hogy szükség van erre az ágazatra, hiszen ha csak abba gondolunk, hogy étkezés az mindig lesz, és kereslet lesz rá, illetve a turizmusra is nagyon nagy a kereslet, és több területen el tudnak helyezkedni, hiszen akár szállodában, akár turisztikai irodában, szervezőirodában, jegyirodában, repülőjegy értékesítésnél el tudnak helyezkedni a nálunk végzett tanulók. Iskolánk ugye megújult, és olyan felszereltséggel várja a tanulókat, ahol nem csak az ágazati alapoktatás, de a szakirányú oktatásnak a feltételei is biztosítottak. Ugye mi duális partnerekkel dolgozunk, és a régióban számos olyan partnerünk van, akinél a szakirányú oktatás megvalósulhat, de vannak olyan órák, olyan foglalkozások, amelyek itt iskolánkban történnek, és modern körülmények között, korszerű technológiával, és szakmai, nagyon jó szakmai oktatógárdával várjuk a tanulókat. A tanulóknak lehetőségük van a tehetségük kibontakoztatására. Számos olyan versenyen vehetnek részt, ami akár szakmai, akár közismereti verseny. Az idei évben is sok sikert értünk el szakmai területen is, és közismereti területen is. Az idegen nyelvre különösen nagy hangsúlyt fordítunk, hiszen az ágazatban szükség van az idegen nyelv tanulásra, úgyhogy ebben is a tehetségeket gondozzuk és ápoljuk. A képzésekről további információt az egyes iskolákban kaphatnak, illetve még a www.tmfc.hu oldalon tudnak tájékozódni.